5 évvel ezelőtt egy tragikus balesettől volt hangos a sajtó. Az egyetemista Molnár Marietta szórakozni indult barátaival a pesti éjszakába. Egy budai úszoda tetején található szórakozó helyre tértek be. A bulizás közben Marietta egy hangfogó lepellenk támaszkodott, egyensúlyából kibillenve a mélybe zuhant. Azóta kerekes székben él. 3 napra, amikor magamhoz tértem, akkor egy nő elmondta, hogy mi történt velem, de én abban a pillanatban tudtam, hogy így le van bénulva a lábam. De én azt hittem, hogy ez elmúlik. De én nagyon hittem abban, hogy helyre jöhetek, és ahol voltam elsőnek rehabon, ott közölték velem, hogy ez kizár dolog, törődjek bele, de nem lehet. Mariettának a balesetben nem csak a gerince tört el, hanem 5 csigolyája, az összes bordája, kulcscsontja, szegcsontja is. A tragédiát követő napokban az is kérdés volt, egyáltalán életben maradhat-e. Akkor találtam egy olyan gyógytornászt, aki olyan szinten bíztatott és annyi erőt adott, hogy mind a ketten elhittük, hogy felállhatok. Ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, én minden áldott reggel úgy kelek fel, amikor meglátom az ágy mellett a kerekesszékemet, hogy így, na, megint itt van körülbelül, vagy hogy így a fenébe már megint ebbe kell kiülnöm. És az akkori barátaim közül szinte már senki nem maradt meg, van még, de megváltoztak nagyon a kapcsolataink, így tudunk egymásról, de nem keressük egymást, ami nem csak az ő hibájuk. Például volt olyan, hogy megbeszéltük, hogy találkozunk valahol Pesten a balesetem előtti barátaimmal, és ilyen nagyon furcsa indokokkal lemondták, hogy hát nem akadálymentes a hely, van 2 lépcső, ami így akkor nagyon fájod, egy idő után megértem én is, hogy nekik valahol lehet, hogy ilyen kolonc vagyok. Nekem az életem egyik legfontosabb része a humor, és nagyon sokat segített benne, hogy így poénkodtak velem a kórházban végig mindenen. De amikor még úgy volt, hogy lélegeztetőn voltam, be voltam csövezve, tüdőmbe volt csövezve, hogy azzal hülyeskedtek, hogy melyiken kapom az internetet, melyik vezetéken, melyik csövön a telefon. 1 évet halasztott a főiskolán, ahol könnyűipari mérnöknek tanult, de idén már diplomázik, sőt, időközben egy lakberendező iskolát is elvégzett. Azt reméli, valamelyik szakmájából meg tud majd élni a jövőben. Elég nehéz volt, mert hogy hazaköltöztem Mezőkövesre, az 140 kilométer. És akkor édesapám hozott fel, mert a főiskola nem akadálymentes, akkor bekerültem egy idegen csoportba, idegen emberek közé, úgyhogy még akkor friss sérült voltam, és nem nagyon nehezemre esett az, hogy segítséget kérjek tőlük. 2 épület van, az egyikben voltak az órák, egy előadásuk, a másikban meg az akadálymentes mosdó. És akkor édesapám mindig így hapták be át, hogy mikor van úgy szünet, hogy én felhívjam, hogy ő most jöjjön át és vigyen át engem a WC-re, mert nem tudok elmenni. Egy barátnőmmel járunk iskolákba előadást tartani arról, hogy milyen kerekesszékben élni. Kérdezhetnek tőlünk bármit. Nagyon sokan azt hiszik, hogy attól, hogy le vagyunk bénul, vagy kerekesszékesek vagyunk, az annyit jelent, hogy nem mozog a lábunk, pont. Holott ki honnan sérült, az azt jelenti, hogy a szerve is le vannak bénulva, nem úgy működik semmink már. Tényleg nekem, komolyan mondom, a balesetemből az a része a legkevesebb, hogy nem mozog a lábam. A többi, ami vele jár, ez sokkal rosszabb. Ez például párkapcsolatnál, hogy megismerkedik valakivel az ember, ezt így saját magamról tudom, hogy megismerkedek egy férfival, ott vagyok nála, és elmondani neki, hogy 28 évesen mondjuk inkontinens vagyok, és meg kell gondolnom, hogy mikor ihatok, mert mondjuk nem érte, hogy miért nem akarok vele teázni még este. Találok magamnak valakit, akivel nagyon jól ellennék, de nem akadálymentes a lakása, és onnantól ilyen kínszenvedés az, hogy tudsz úgy ott lenni, hogy el tudjál menni WC-re, mert nem tudod megoldani azt, hogy ne. Én csípőtől vagyok lebénulva. Az azt jelenti, hogy én a csípőmtől lefelé semmit nem érzek. Innentől mindenki elgondolhatja, hogy akkor milyen. Furcsa lehet, hogy ott fekszik mellettem valaki, és hozzám ér, és észre se veszem, hogy hozzám ér, mert hát nem érzem. Mondjuk elsőnek valaki előtt levetkőzni. És azért én tudom, hogy néztem ki a balesetem előtt, és onnantól, hogy sorvadnak a lábaim, ez gyakorlatilag olyan a lábam meg a fenekem, mint egy ilyen keltészta, de tényleg ilyen puha, egy teljesen más is. És más az állaga is, és olyan furcsa ezt valaki előtt felvállalni, hogy igen, ez lett belőlem. És ilyenkor van az, amilyen közhely, hogy de a belső érték fontos, és most már tényleg nálunk inkább az.
nekem most már nyáron lesz egy műtétem, mert kilazult két csavar a hátamban. Iszonyatosan fáj a hátam, de attól csinálom a sportot, mert ezzel is ugyanúgy vagyok, hogy ha most otthon sajnálom magam, hogy fáj, akkor is ugyanúgy fáj. 10 év múlva már túl kell lennem egy paralimpián, ez a fő cél, és szeretnék családot. De az az igazság, hogy én egy nagyon-nagyon makacs ember vagyok, ami alapjárat nagyon rossz tulajdonság tud lenni, de én a fejembe vettem azt, hogy én bebizonyítom, hogy igenis tudok így élni, és példát szeretnék mutatni a többi kerekesszékesnek, és ezt tűzön-vizen át végig kell vinnem, akármi történik. És azt mondjuk nem látja senki, hogy otthon, ha kiborulok, akkor nem marad meg körülöttem senki és semmi. És főleg a szüleimnek akarom bebizonyítani azt, hogy attól, hogy tönkrement az életem valamilyen szinten, mégsem, hogy büszkék lehessenek rám. És nagyon sok mindent azért teszek, hogy érezzem rajtuk meg az ismerőseimmel, hogy büszkék arra, amit csinálok, vagy amit elértem.